A szakemberek már több mint egy évtizede tisztában vannak azzal a problémával, hogy a régi épületek vízvezetékéből ólomszennyezés juthat az ivóvízbe, mely jelentős egészségügyi kockázatot jelent. Azari Katalin vegyészmérnököt, egyik vendégünket idéztem, Zsilák Szilvia cikkéből, az átlátszó.hu újságírója a másik vendégünk. Jó reggelt kívánok! Készcsokom, hölgyeim! Van a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, az ANTS utódjának egy olyan programja, amelyben ingyenesen bevizsgáltathatják a csapvizek ólomtartalmát az emberek. Egy fővárosi édesapa elvitte a csapvizet, és 6-szoros ólom. 6,4-szeres. 6,4-szeres? Én kérek elnézést. Igen. Csak az a 0,4, az is elég erős. Ugye azzal kezdtem, hogy ez jelenthet egészségügyi kockázatot. Mikortól mennyi ez a 6-szoros érték? Helyezzük el, mit jelent. Ebben a vonatkozásban nem én vagyok a kompetens, hogy van-e egészségügyi határérték, illetve nincsen. Ez a 10 ppb, 10 mikrogram per liter, amihez szeretik hasonlítani a valós csapvíznek az ólom koncentrációját. Ez nem egy egészségügyi hatáselemzésen alapuló határérték, tehát nem egy olyan határérték, ami, hogyha alatta van, akkor biztonsággal fogyaszthatjuk a vizet. Kisgyermekek és várandós nők esetében nem létezik egészségügyileg tolerálható határérték vérólom szint tekintetében sem, és ebből adódóan ivóvízre sem. Tehát nem biztos, hogy van értelme arról beszélni, hogy hányszorosan haladja meg ezt a bizonyos cselekvési határértéket, nevezzük így, ezt a 10 ppb-t. Nem biztos, hogy erről van értelme beszélni. Hanem miről? Hanem magáról, arról a tényről, hogy az ólom szennyezőként a csapvízünkben jelen lehet, és talán arról, hogy tudatos fogyasztói magatartással ez a veszély teljesen kiküszöbölhető. Ezen konkrétan mit értsünk tudatos fogyasztói magatartáson? Ne ígyunk csapvizet. Hát az NNK ennyit tudott mondani az édesapának, akivel én beszéltem. Ez teljesen abszurd. Ők jelenleg most PET palackos vízből főznek, és PET palackos vizet fogyasztanak. Rendben van, de ebben a műsorban is nem egyszer voltak olyan vendégek, akik egyébként elmondták, hogy a Magyarországon a csapvíz az az egyik legbiztonságosabb, legjobb, legegészségesebb. Jobb, mint a PET palackos víz? Sokszor igen, elhangzott az elmúlt évtizedekben. A vízművek az egészen addig felelős a vízminőségéért, míg a vízóráig ér a víz. És onnan addig kezdve jó. Viszont a tulajdonos felelőssége, hogy... Igen, de amikor én kiengedem a csapot és megfogom azt a poharat, akkor nem azon gondolkozom, egyébként itt van most nálam víz, hogy itt most az óráig jó volt-e, de onnantól fogva mi történt, hogy kinek a felelőssége, hanem azt nézem, hogy ez egészséges-e vagy nem. Ezért lenne fontos egy tájékoztató kampány ebben a dologban, ami részben meg is történt, viszont az édesapa egy szomszédtól értesült arról, hogy ott cserélték a vizet, és mondta, hogy hát érdemes bevizsgáltatni neki is a csapvízólom. Hogyan vizsgáltatjuk be? Igen. Vett egy vízmintát, elvitte az NNK-hoz, és 3 hónapot várt, és meglett az eredmény. Utána mi a teendő? Bocsánat, csak hogy aki most nézi, és ez neki fontos, és szeretné tudni, hogy mi a teendő, hogyha ezen túl van, ott van akkor a régi cső, társasházról van szó, akkor más a teendő, mint magánházról. Hát az ideális megoldás az lenne, hogyha kicserélnék az egész társasházban a csővezetéket. Ez egy nagyon költséges megoldás és időigényes megoldás. Tehát mi a B-terv? A B-terv a PET-palackos víz, illetve a megfelelő víztisztító berendezés használata, amiről viszont arról tájékoztattak, hogy ezt még az NNK vizsgálja. Ez még nyár végéig el fog tartani. Mi alapján mérjük be azt, hogy egyáltalán mit csináljunk, hogyha ezek ilyen csúszóértékek, vagy nem lehet kijelenteni azt, hogy mi egészséges, mi nem, mi az, hogy határérték, akkor mit nézünk egyáltalán ilyenkor? Ez egy nagyon jó kérdés, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb kulcsmondat, hogy tudjunk arról, hogy ez jelen lehet, mert évtizedekig olyan propagandát hallottunk, hozzáteszem teljesen jogosan arról a részről, ahol ezt hallottuk. Ahol a víz elindul. Ahol a víz elindul, hogy a csapvíz kiváló. Tényleg büszkék lehetünk arra a csapvíz minőségre, amit a vízmű szolgáltatni tud. A feladó helyen tökéletes. Szerencsések is vagyunk, mert más európai országokban sokkal nagyobb problémákkal állunk szembe. Viszont az, amíg elér a fogyasztóhoz ez a kiváló minőségű víz, szükségszerűen szennyeződhet. És az a fontos, hogy tudjunk erről a szennyeződésről. De ha tudunk, mit csinálunk vele, oké, tudom, rendben van, és akkor menjek el a kibocsátó helyhez, a vízművek központjához, hogy jó napot főznék, adjanak már egy lábosnyi vizet, ez nyilván nem lehetséges. Természetesen nem. Például a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásai alapján, hogyha kifolyatjuk a vizet, akkor nagy valószínűséggel
az a pangóvíz, ami a szennyező forráson volt, az ólom szennyező forráson kifolyik, és akkor már csökkenthető az ólomtartalom. Nyilván ilyenkor az ember elgondolkodik azon, hogy egy társasházban mondjuk a 8. emeleten mennyi vizet folyasson ki ahhoz, hogy a társasházi közös tulajdonban lévő ólomvezeték tartózkodott víz is kijöjjön. Tehát ebben az esetben fontos azt tudni, hogy mindig egyéni mérlegelés tárgya az, hogy mi jöhet szóba, és nagyon fontos, hogy szakemberhez forduljon lehetőség szerint, ha a balonos vizet ki akarja váltani mondjuk megfelelő víztisztítóval. Itt a hangsúlya megfelelőn van, és nagyon fontos az tudni... Az sem mindegy tehát, hogy melyik víztisztítót, milyen víztisztítót vesz. Így van, ólom vonatkozásában nincsen egy olyan általánosan ajánlható víztisztító, ami ne igényelne mérlegelést. Szilvia, van-e bármi olyan támpont, fővárosi kerület, házak építésének évszáma, amiben bármennyire kapaszkodhat bárki, aki az most figyel Elenke a beszélgetésre? Csini készített egy térképet, és ott azt ábrázolta a KS adatok alapján, hogy mely házak épültek 1970 előtt. Ha most bárkiben kérdés van, mert tudjuk, hogy 10 millió szövetségi kapitány, 10 millió politikus és 10 millió nagyon sok minden országa vagyunk, de talán nem a 10 millió vízminőségi szakember országa még eddig a pillanatig. Még megtörténhet. Ha most bárkinek kérdése van, hova lehet fordulni? Hova forduljon? Kit kérdezzem? Elméletileg a Nemzeti Népegészségügyi Központnál folyik ez a program. Én úgy érzem, hogy kicsit csúszásban vannak ahhoz képest, mint ahol lenniük kellene, mert van már olyan víztisztító a magyar piacon is, ami egészen biztos, biztonsággal használható. Valamilyen oknál fogva még nem tudják ezt nyilvánosságra hozni. Augusztusban ígérik az összefoglaló jegyzőkönyveket. Addig is én azt gondolom, hogy a fogyasztóknak meg kell próbálni tájékozódni lehetőség szerint szakemberektől. Tehát ennyit tudok rá. És az semmiképp nem lehet cél, hogy a PET palack fogyasztást növeljük 2020-ban. Még egy fontos dolgot esetleg, ha elmondhatok, hogy a család esetében az volt nagyon fontos, hogy két kisgyerek van a lakásban, és rájuk különösen veszélyes az ólom, és hogy arról se tájékoztatták őket, hogy ezt érdemes lenne bevizsgáltatni, azt külön járta ki az apuka. Meg annyi kérdés volt, és még több lett belőle, meglátjuk a folytatását. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, online lapszemle, Somos András.